Ez a bátorságpróba az Ökováros hét bemutatóinak egyik állomása. Nem látják a látogatók, hogy mi van az üvegekben, mi sem árulhatjuk el. Csak annyit, hogy bogár, lárva vagy akár étel is lehet. De ez majd a bátorságpróba után fog csak kiderülni. Én úgy kerültem ide, hogy a gyerekek már voltak itt a Deák gyakorlóból délelőtt, ők már ezt kiélvezték, és mikor én bejöttem érte, akkor mondta, hogy gyere anya, ezt próbáld ki, úgyhogy az első bátorságpróbán vagyok túl, most kicsit leizzadtam, úgyhogy most még gondolkodom, hogy körbe megyek-e, de alapvetően nagyon tetszik, és nagyon jó az ötlet, meg a szelfizni biztosan fogunk. Egy másik állomáson például azt mutatják be, hogy készül a tápanyagokban gazdag talaj a giliszták segítségével, mellette pedig egy mini kertet alakítottak ki. Kétféle növény van, rendkívül tápanyaggazdagok, és a vitamin tartalmuk is nagy. Vannak olyan vitaminok, például amiből a vörös káposzta a mikronövény állapotában 40-szeres tartalma van. Egy másik helyen a víz van a középpontban, ahol bemutatják, hogyan szennyezzük ezt a nélkülözhetetlen erőforrást. Mindennek a középpontjában a természeti erőforrásoknak a védelme áll. Itt a talaj, az élőlények, a levegő és a víz témaköröket lehet megnézni. Egyrészt, hogy hogyan lehet vigyázni rá, illetve érdekességeket mutatunk, valamint, hogy milyen erőforrás védelmében hozott beruházások voltak itt Pécsett az utóbbi időkben, illetve mi az, ami javult, mi az, amin a lakosság még sokat tud tenni, például a zavarégetésről is beszélhetünk. De játszani is lehet, vagy információkat megtudni az ökotudatos vásárlásról, vagy csak pihenni az Öko Igluban. 2013 óta rendezik meg az Ökováros hetet Pécsett. Ennek az a célja, hogy ne csak a városvezetői gondolkodjanak abban, hogy fenntartható várossá vagy ökovárossá kellene alakulni, hanem a pécsi polgárok vagy akár a vidékiek is itt élmény alapon megismerkedhessenek azzal, hogy mennyivel jobb lenne egy olyan városban élnünk, ami egészségesebb, élhetőbb, fenntarthatóbb. Már 5 éve a Belvárosi Bevásárlóközpontban rendezik meg az Ökováros hetet. Most március 3-áig várják az érdeklődőket.